Komoly gondot okoztak éjjel a viharok, valamint a sok eső országszerte. Hajdú-Bihar megyében és Borsodban is házakat öntött el a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék. Volt, ahol egy nap alatt három havi csapadék zúdult le. Dédestapolcsányban három családnak kellett elhagyni otthonát. Betört a víz az udvarokba, a pincékbe és a házakba is tegnap este Dédestapolcsányban. A tűzoltók 18 helyen szivattyúzták a településen a vizet. Ennek ellenére három családnak éjszakára el kellett hagynia otthonát. Nekem is az egész pince, szerszámok, minden benne vannak. Még jól jártunk a tűzoltókkal, kijöttek mostan, kiszivattyúzzák. Lent a kazánházon, lent a pincénél másfél méter, két méteres víz állott. Idáig. Hát... nem tudom, mi lesz. Borzasztó. Ilyen még én is már 72 éves vagyok, de ilyenre még nem emlékeztem. Volt, aki az árokból lapátolta a vizet és a sarat, míg mások homokzsákokkal védték házaikat. Villámárvíz csapott le a Borsod megyei településre. Az utakon mindenütt hatalmas mennyiségű víz hömpölygött. A településen átfolyó bánpatak kilépett a medréből, illetve a környező domboldalakról nagy mennyiségű víz zúdult a településre. Ez villámárvizet okozott, több utcát, illetve ingatlant elöntött a víz. Helyenként, akár a főúton is tekintve, akár 70-80 cm magasan is állt a víz. Volt olyan ingatlan, ahonnan még reggel is szivattyúzták a vizet Dédestapolcsányban. A három család ma már visszaköltözhetett az otthonába, de az időjárás továbbra sem kímélte a helyieket, délelőtt is esett az eső. Körülbelül egy ilyen 30 centis víz volt itt fent. Itt nekünk az előtető alatt mindent, a kukát vitte a víz, a bicikliket, mindent. Újabb problémát jelent, hogy a megáradt bánpatak utat tört magának, és ledöntötte a partfalat, egy szakaszon pedig az aszfaltot is alámosta. Az egészségházba is betört a víz, lejött a falakról a vakolat, és a műszerek is tönkrementek. A település polgármestere szerint meghaladja a 10 millió forintot a települést ért kár. Ember emlékezet óta nem esett annyi csapadék Dédestapolcsányban, mint az elmúlt délután és az éjszaka. Nem volt nyugodt éjszakája a debrecenieknek sem. A városra előbb egy tornádó csapott le, majd hirtelen nagy mennyiségű eső is lezúdult. Körülbelül 4-5 házat öntött el a lezúduló csapadékvíz. Jelenleg az udvarokról szivattyúzzák a vizet, ezt követően majd az utcáról is megpróbálják eltüntetni, hogy reggel dolgozni tudjanak menni az itt élők. Még ma is kerülgették az autók az úton felgyülemlett vizet. Itt már csak ez maradt a szerda esti vihar után. A reggelig tartó folyamatos szivattyúzásnak köszönhetően elvonult a víz az ingatlanokból. Ide is befolt, meg mindenhol. Zsákokba kellett szednünk sajnos mindent, mert nem volt más lehetőség. Ez pedig már a Pest megyei Tínje, ahol szintén komoly károkat okozott a heves eső. Az egyik családi ház konyhájába és szobájába is betört a víz és az iszap. A településen 50 helyre hívták a tűzoltókat. Főként elöntött házakhoz és pincékhez riasztották őket, de a villamos hálózat is megsérült. A heves zivatarok miatt csütörtökön látogatási tilalmat rendeltek el a Parátfürdői Ilona völgyben. A vízesés és környéke ugyanis járhatatlan és életveszélyes. A víz, a patak kiáradt több helyen a medréből, teljesen átrendezte a terepet, ezért néhány napig arra kérjük a turistákat, illetve az ide látogatókat, hogy az Ilona völgyi vízesést ne próbálják megközelíteni. A meteorológusok szerint rekordmennyiségű csapadék esett az országban szerdán, Dédestapolcsányban például több mint 140 mm-nyi egy nap alatt. Az egy nap alatt lehullott eső mennyisége elérte a 141,2 mm-t. Magyarországon rendkívül ritka az, amikor egy nap alatt ilyen mennyiségű csapadék zúdul le. 80 mm eső esett Budapesten a 18. kerületben, és alig több mint egy óra alatt 58 mm hullott Békéscsabán, miközben a májusi egész havi csapadék átlag nagyjából 60 mm-nek felel meg.